A dombovári kosásuli különböző korcsoportjainak edzései az egész hetet átölelik. Az U12-es és az U14-es csapatnak vannak közös edzésnapjai, ami egyáltalán nem jelent hátrányt a fiatal sportolók számára. Ez azért sokat segíthet, mert elsajátíthatnak olyan dolgokat a gyerekek, amiket még pillanatilag nem tudnak, de viszont ha jól figyelik a nagyokat, akkor könnyebben megtanulják, igen. És a fegyelemre is egy kicsit fokozottabban tudunk így figyelni, mert jó tapasztalat, hogyha az idősebbek is részt vesznek az edzésem. Itt most pillanatilag az U12-es és az U14-es B csapatunk van, aki az edzésmunkát csinálja, de természetesen U16-os és U18-as csapattal is ki tudunk állni az országos bajnokságban. És hála Isten, egész jól szereplünk. Az U14-es csapat is a Magyar Kosárlabda Szövetség által kiül bajnokságba tud szerepelni, és 2-3 hetente vannak az U14-es csapatnak versenyei, és ezeken a versenyeken szoktunk részt venni, ami jellemzően pillanatilag itt a Dél-Dunántúlon történik. Nagyon-nagyon figyelünk a fiatalokra, és nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a fiatalok tanulják meg azokat az alap dolgokat, amik a kosárlabdához szükségesek, mert a későbbiekben ezt nagyon jól fogják tudni kamatoztatni. A korosztálybeli különbségek előnyeit nem csak a közös edzések alkalmával igyekszik kihasználni a dombovári kosásuli. Egymás meccseinek látogatására mindig felhívják az edzők a sportolóik figyelmét, ahol a kisebbek számos taktikai elemet is elleshetnek idősebb tapasztaltabb társaiktól. Mi nagyon-nagyon támogatjuk azt, hogy a kisebb gyerekek is érkezzenek meg a mérkőzésekre, lássák azt, hogy mi a kémiája egy komolyabb mérkőzésnek, és hála Isten érkeznek is a fiatalok a mérkőzésekre, MB2-re, U18-ra, hogyha felhívjuk a figyelmüket, hogy jöjjenek el, akkor jellemzően ott is vannak. Az Egyesületet Magyarország legjelentősebb utánpótlás műhelyei között tartják számon, mely a város legnagyobb sportegyesülete. Az óvodai és az általános iskolai előkészítő csoportokat követően egészen a felnőtt korosztályig versenyeztet csapatokat az országos és a regionális bajnokságokban. Az Egyesület közel 250 gyerekkel foglalkozik, azon belül 150 igazolt játékossal büszkélkedhet. Az edzők folyamatosan képzik magukat, közülük többen az utánpótlás válogatottak mellett is vállaltak már szerepet.